1222 olyan polgára volt Bonyhádnak, akik zsidó származásuk miatt koncentrációs táborban végezték életüket. Rájuk emlékeztetnek mostantól a botlatókövek, melyek egykori lakóházuk előtt jelzik Hajdan volt tulajdonosuk és ezzel együtt népük egykori tragédiáját. A megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, bár lehetett látni a történelmi folyamatok hova vezetnek majd, de az emberek mégis bíztak a javulásban, még az utolsó percekben is. Ha mi is hasonló példákat saját életünkből keresünk, akkor nekünk is azért egy csomó mindenne, főleg most, hogy háború dúl mellettünk, elgondolkozhatnánk mi is azon, hogy akkor mi is most meneküljünk el, mert a folyamatok nem jó. De nyilván kitartunk, meg abban bízunk, hogy béke lesz, és ennél sokkal jobb világ jön. Szabó Tibor, Bonyhád alpolgármestere arról beszélt, a város soha nem heverte ki azt a traumát, melyet polgárai elvesztésével elszenvedett. Minden ilyen megemlékezés egy figyelemfelkeltés is egyben, tette hozzá, nem lehet újra teremteni azokat az értékeket, melyeket ezek az emberek képviseltek. Talán a botlatókövek, amit itt láthatunk mellettünk, talán ezek talán fognak valamit jelezni, de én egy picit ennél borulátóbb vagyok. Én egy picit azt látom, hogy a társadalom az egy kicsit fásult ebben az ügyben. De meg kell próbálni, természetesen föl kell hívni a figyelmet mindenképpen. A kövek és az ünneplők a helyi élet menetét jelképezik, mondta Kirchner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke. Magyarországon eddig 500 ilyen követ helyeztek el 50 településen. Több tízezer embert tesz tanúbizonyságot az antiszemitizmus, a kirekesztés, mert a holdakhoz áldottak emlékére. És az a néhány tucat vagy száz ember, aki most itt Bonyhádon végigjárja azt az öt helyszínt, ahol a követ, ők is tulajdonképpen a helyi életmenetét jelképezik, és másutt is ezt tapasztaljuk, hogy a közösségnek valami fölnyitja a szemét, hogyha csak egy vagy néhány követ rakunk le, és ez nagyon fontos üzenet a jövőnek, azt gondolom. A Neológ zsinagógában, majd a házak előtt elmondott beszédükben a felszólalók az emlékezés fontosságát hangsúlyozták.